önrendezzél derék világ. Hangozzatok jámbor legendák, zsorosnák, bibliák, imák. Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, bóduljunk te miénk meg szagát. Szép dolog ez, így kell csinálni minden karácsonyi szagát. Szeretettel az ötödikesek műsorát, ha nagyon figyeltek, akkor sok mindent megtudtak a Szent Miklósról és az ő csodáiról. Szent Miklós legenda. Szent Miklós 1700 évvel ezelőtt messze innen a földközi tengerpartján született, és már bölcsőben is találtak művel. A legenda azt tartja, hogy a gyermek pár hónapos korában már felállt a bölcsőbe és megszólalt. Hálát adok neked, Istenem, mert megszülettem erre a világra. A kis Miklós szépen csöpredett az iskolában tanárai, elcsodálkozott a szorgalmán és hatalmas tudásán. De nem csak tanulmányokat tűnt ki, hanem abban, hogy társait és az Isten is nagyon szerette. Szülei halála után az örökök vagyonát szétoszlopva a szegények és rászorulók között. Piros ruhában járt, mert ő volt a város püspöke. Ismerte is mindenki és tisztelte nagyon. Ha meglátták, míg a kikötőben kártyázó vén tengerészek is találtak, és milyen megfőltek előtte. Halljátok a barátaim! Én voltam az a tengerész, akit Miklós püspök mentett ki a háborgó tengerből. Utána ugrott pedig másik hajón volt, és úgy emelt ki a háborgó tengerből.
se kottyant neki. Nem elég, hogy a vihart lecsillapította, de még a hajón kárgócát is megjavította. Én mondom nektek, csoda volt az, igazi csoda. Áldja meg az Isten érte. Egyszer Miklós püspök éppen esti sétájára indult. Elmaradt egy elszegényedett nemes háza mellett, aki három bátyával és kiket hozomány ilyen, nem tudott férhez adni. Innen még soha nem hallott sírásírást, de most igen. Megállt, megkökkenve, majd azt mondom. Istenem, bocsánat meg!